Jön a következő feladat, nem véletlenül néz ki így. Ugyanis téglalapokat kell rajzolnod, meg háromszöget, de nézd meg, függőlegesen kell megrajzolnod, hogyha ha ezt ügyesen akarod forgatni, itt a minta, mert utána majd ráérünk szépen elforgatni. No, azt mondja, hogy a rajzon használt elemek kitöltő színe, oké, okay, és a vonal és kitöltő színe, tehát majd be kell állítani. A vonalak, a téglalapok magassága 2,5. Aha, jó. Rajzoljon, először 4 téglalapot rajzoljon meg, majd forgassa el őket, tehát még vezet is, hogy a legjobb megrajzolni. Tehát azt mondja, hogy először rajzolj 4 téglalapot. Tehát rajzolsz 1 téglalapot, a formátumában beállítod azt, hogy 0,5, és azt mondja, hogy 5,5, igaz? Ez az első téglalap, és a kitöltő színét pedig beállított további színek, és akkor 224-184-9, tehát 224-184-9, és oké. Okay. És akkor innentől fogva ez megvan, és a vonalszínét is beállítod ugyanerre. Megvan az 5 és feles, csinálunk belőle egy 7 és feles, kontroll nyomva tartása mellett lemásolod, 7 és fél, kontroll nyomva tartása mellett lemásolod, 9 és fél, és kontroll nyomva tartása mellett 11 cm. Ez lesz a 4 darab téglalap. Majd ezeket végüknél állítjuk össze. Tehát azt mondja, hogy az előző 4 téglalapot rajzoljon meg, téglalapot forgass el, 18, tehát forgatás, én ezt lemásolom még egyszer. Nem elég elítélhető módon, mert szerintem itt van egy vízszintes téglalap még. Úgyhogy ebből csinálok egy másikat, és akkor így kezdem el forgatni. Gondolkozni is érdemes, nem csak a feladatot csinálni. Tehát 18, Enter. 36, Enter. 54, Enter. És mi van még? 72. Enter. És akkor 18, 36, 54. Nem, ez volt az 54. 54. Enter. 72. Enter. Jó, és ezt a hármat megfogod, igazítod jobbra. Szevasztok, gyertek nyugodtan! És a remény hal meg utoljára, ez nem jött össze, tehát az a jobbra igazítás a kutyának se jó. Tehát azt mondja, hogy mellé kattintunk, és megpróbáljuk úgy nagyjából a helyére helyezgetni ezeket a valamiket itt így, úgy, oké. És csinálunk belőle egy csoportot, shiftet nyomva tartva kijelölöm, jobb egérgomb, csoportosítás, és ezek után ezt már meg tudom a kontrollal, le tudom másolni, és azt tudom mondani, hogy tükrözés, nem így, így. És a kettőt most már tudom igazítani alulra, és ezt úgy, ahogy van, szerintem csinálok belőle egy újabb csoportot. És akkor innentől fogva például ennek a közepére tudom igazítani, így. Már csak egy kellene, ebből csinálok egy második dolgot, mert a 12 és feleset meg kell belőle csinálni. Ugye 12,5, ígyni, elforgatni 90 fokkal, ígyni,
és őt is ide helyezni középre. Úgy, mondjuk megint azt mondom, hogy igazítom középre. Jó, és megvan idáig. Na nézzük először négy téglalapot, mert téglalapot végüknél átfedése illesz. Ez az elkészült négy téglalapot másolja, tükrözze középre a leghosszabb téglalapot, és a legrövidebb téglalapon helyezze még egy példányt a leghosszabb a minta szerint. Tehát ideig megcsináltuk. Az alakzat aljára helyezze el a megrajzolt háromszöget. Háromszöget még nem rajzoltuk meg. 1 cm magas, 2,5 széles. Ott az alakzat, van háromszög, itt egy háromszög, rajzolunk egy bármilyet, megfordítjuk, mert fejjel lefelé kell, hogy álljon. Formátum, azt mondtuk, hogy a magasság 1 centi, és 2,5 széles. Tehát készen vagyok, de még a színe is, méghozzá a körvonal színe is, és akkor ezt is ide tesszük, de hozzáigazítjuk a fölötte lévőhöz, hogy középen legyen. Nagyon jó. Na most akkor megfogom, és az egészet úgy, ahogy van, egyetlen csoportba. Ahó. Na most. Most már talán egyetlen csoport, és akkor csoportosítás. Na most megpróbáljuk együtt, így van. És el tudom forgatni 90 fokkal. Így, ni. Kontroll nyomva tartása mellett csinálok belőle egy másikat, és tudom vízszintesen, függőlegesen tükrözni. Most már nyomok egy kontrolles, mert nagyon jó vagyok. Az elkészült alakzatot foglalja a csoportba, másolja le, majd forgassa el, tükrözze, két rajzot függőlegesen középre helyezze el, a kagylók csúcsai pedig a minta széleinél legyenek. De mi tudtuk, tehát ezt igazítjuk jobbra, ezt igazítjuk balra, ugye mivel nem volt kettő kijelölve, ezért egymáshoz képest biztosan középre, és a diánhoz képest külön-külön középre, tehát igazítás, így, meg igazítás, fölösleges volt egymáshoz képest, mert így, Ctrl S. Na nézzük, a rajzokat és a címet minta szerint helyezz el úgy, hogy a szöveg a rajzok előtt legyen. Hát akkor ezt még megfogjuk, és jobb egérgomb. Nem jó, itt kéne megfogni, jobb egérgomb, előrehozás, és előrehozás, bár ezt nem hiszem, hogy nekiállunk ellenőrizni, az a lényeg, hogy nem etsze a kettőt, ne takarja. Jó, Ctrl S. Szerintem erre vonatkozik majd a ne takarja. Oké, akkor készen vagyunk a rajzzal.